Halász Zoltán vagyok, Csörnyeföldre lakom, ez egy kisfalu nagy korrupcióval, ahol a polgármester és a jegyző úgy viselkednek, mint a kiskirályok. Itt történt az az elhíresült eset is, amikor a polgármester a saját szőlőterületére küldte a közmunkásokat dolgozni. Saját birtokán dolgoztatta a közmunkásokat a polgármester Csörnyeföldön, Zalában. A falu helyett a pincéjénél végezték a munkát, fizetést pedig úgy kaptak, mintha a közmunkaprogramban dolgoztak volna. Egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy bemegyek a kamerámmal, és felvételt készítek a testvéri ülésekről. A polgármester és a jegyzőzet teljesen felháborodtak. Valószínűleg nem is tudják, mit jelent a nyilvánosság fogalma. A jegyzőasszony, aki Zala megye díszpolgára, azt mondta, hogy... Bárhova! Mit mondtál? Én erre azt mondtam, hogy... Most kurva nyáztál le, te állat! Egy eljárás indult ellenem a kamerázás miatt, egy viszontvállalási eljárás pedig a visszaszólásom miatt. A perek során a TASZ ügyvédjeinek segítségét is igénybe vette. Nem tudnak megfélemlíteni, továbbra is ki fogok állni a korrupciós ügyek ellen. Legyél aktív polgár! Állj ki velünk a jogaidért! A Társaság a Szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek.